20 évvel ezelőtt alakult meg a Bellő néptánccsoport. Az Ógyalai Konkoly-Tege alapiskola mellett működő együttes több mint 100 néptáncos nevelt ki az idők folyamán. Sokan közülük az alapiskolát elhagyva sem fordítanak hátat a néptáncnak. Az évforduló alkalmából nagyszabású gálát rendeztek. Mindenféle néptáncot, népzenét játszunk. Az azt jelenti, hogy az erdélyi néptáncoktól fogva magyarországi, felvidéki, de még a repertoáron egy szlovák koreográfiák is vannak, úgyhogy lehet mondani, hogy a Kárpát-medence néptánc hagyományát így próbáljuk átadni a nemzedéknek, a következő nemzedéknek. Az Ógyalai Társoport működését 2007-től polgári társulás, hivatásos koreográfus és állandó zenekar segíti. A társcsoportnak már felnőtt tagozata is van, hiszen kinevelte saját generációit. A Bellő jelenleg mintegy 50 tagot számlál, két korcsoportban dolgoznak. A legkisebbek gyermekjátékokat játszanak, az összevont ifi felnőtt csoportban 12 pár táncol. Az alapiskola utolsó évfolyamát taposó Ferenc elsőskora óta néptáncol a Bellőben. Nagyon tetszik, több koreográfiát is összeállítottunk már, ezek között Rábaközit, Jobbágytelkit, Magyarbődit, most a legutóbbi ez a Komárom-Szentpéteri. Nekem ez a legutóbbi a Komárom-Szentpéteri, mert többen vagyunk a színpadon, és ahogy visszanéztem a videókat is, olyan nagyon szép volt. Laura Martosi lány éveken át saját falujában és Ógyallán is néptáncolt, ám időszüke miatt választania kellett, és ő a Bellő mellett döntött. Már 9 éve táncolok, és a szüleim akarták, hogy táncoljak, és nekem is nagyon tetszett, és a osztálytársaim is úgy táncolnak, és azért. Nekem a Rábaközi nagyon tetszik, mert nagyon, nagyon tetszik a viselet, ahogy táncoljuk. A Bellősök saját gyűjtésük alapján készült új koreográfiával, Komárom-Szentpéteri táncokkal zárták ünnepi gála műsorukat. Komárom-Szentpétert választottuk, onnan tudtunk anyagot gyűjteni, és elég jó sikerült koreográfia kerekedett belőle, de mint megtudtuk azt is, hogy Ógyalai gyűjtések is léteznek, tehát ilyen polgári táncok vannak Gyalláról is. Még nem sikerült az anyaghoz hozzájutni, de bízok benne, hogy ami késik nem múlik, és a következőkben Gyallai néptáncot is bemutatunk majd. A Bellő gömöri szó rongyból készült bölcsőt jelent. Az édesanyák Bellőben kötötték a testükre apró gyermeküket, így mentek dolgozni ki a mezőre. Kapáltak, ringatták a babát, és munka közben énekeltek neki. A Bellő országszerte és külföldön is öregbíti városa és a magyar néptánc hírnevét. Számos helyen lépnek fel, nemzetközi fesztiválokon vesznek részt. Versenyeket, díjakat is nyertek már szép számmal, itthon és Magyarországon egyaránt. De elmondásuk szerint a táncban örömüket lelik, és ez fontosabb minden elismerésnél.